A fővárosban már ma reggel több ezren bekapcsolódtak a TESZED környezetvédelmi programba. Az önkormányzatok szervezésében például nem csak szemetet gyűjtöttek, hanem virágokat és növényeket is ültettek. A Magyar Turizmus ZRT pedig a külföldiek által kedvelt citadellán akciózott a szebb környezetért. Józsefvárosban mintegy 100-an gyűjtötték a szemetet, hogy megtisztítsák a köztereiket. Emellett egy helyi általános iskola tanulói is bekapcsolódtak a TESZED akcióba. Növényeket ültettek az iskolával szembeni virágágyásokba. A kerület alpolgármestere szerint ezek a kezdeményezések közösségépítőek is. Megmutathatják az itt élők, ahogy többször is megmutatták egyébként a közelmúltban az összefogás erejét. És ebben az összefogásban, a közösségépítésben megnyilvánul az a teljesítmény, hogy tesznek azért a TESZED akcióban, tesznek azért a józsefvárosiak, hogy a környezetük még tisztább legyen. A Citadella a fővárosban a turisták által kedvelt terület. A Magyar Turizmus ZRT és néhány budapesti szálloda dolgozója is bekapcsolódott a környezetvédő programba, hogy felhívják a figyelmet, a tisztább környezet vonza a külföldi vendégeket. Szeretném hangsúlyozni a környezet tudatosság fogalmát, mely a turisztikai fenntarthatóság szempontjából is kiemelkedő, hiszen az élmény került az utóbbi időben a turisták gondolkodásának középpontjába, és az élmény fenntartásához, az élmények szolgáltatásához szükségünk van a szolgáltatási színvonal növelésére a turizmusban. Budapesten egyébként egész hétvégén tart a TESZED akció, önkormányzatok, civil szervezetek és intézmények több száz helyszínre hirdettek meg személygyűjtőket.